Köszöntöm nézőinket, először lássuk, hogy miről lesz szó a mai híradóban. Földnapja a Reczben, élménygyűjtő hétvége lesz a Skanzenben, Csúlya Imre főzött Szentendrén. Idén is kiállítással, előadással és családi programokkal várta a szentendreieket a Regionális Környezetvédelmi Centrum. A szervezők új kezdeményezéséről, a közbringáról is szó esett. Szép napos idővel és különféle programokkal várta a REG szombaton a helyieket. Volt, aki kölyök kutyát vitt haza, mások pedig a helyi termékegyesületnek köszönhetően lekvárt tésztát vagy egy pár kolbászt is. Gyermekekkel a Természetért Egyesülettől érkeztünk, és mindenféle vízvédelmi programokkal készültünk a gyerekeknek. Vízjátékok, kirakójátékok, minden, ami a gyerekek figyelmét fölhívja a vízvédelmére. Május 17-én lesz a Források Világnapja rendezvényünk, amit 3 éve tartunk, mert május 19-ére bejegyeztettük a Források Világnapját, és itt Szentendrén lesz a rendezvényünk. Milyen programok lesznek? Nagyon sokszínű program lesz hagyományőrző kiállítások, állatmenhelyesek is kint lesznek, és minden forrásvízzel foglalkozó szervezetet is várunk. Bemutatjuk a forrásvízőrző csapatunkat, aki országos szinten van, most már 14 megyéből csatlakoztak hozzánk, hogy óvjuk, védjük a forrásokat. A rendezvényen az Esztergomi Duna Múzeum a víz körforgásának jelentőségéről és szerepéről számolt be. A Duna Múzeumból. A Duna Múzeum valójában vízügyi és környezetvédelmi múzeum, tehát mi mindig valamilyen vízes programmal jövünk. Itt a hátam mögött látható ez a molinó. Itt a víz körforgását ábrázoljuk játékosan, a vízcseppeket és arccal megszemélyesítve, és kis tépőzáras kártyákon van a víz körforgásának a különböző állomásai, azoknak a megnevezése, és akkor azt tudják a gyerekek szépen elhelyezni, és közben pedig beszélgetünk tulajdonképpen a víz szerepéről, a víz körforgás jelentőségéről. Aztán hoztunk még egy ilyen kis dobókockát, az idei vízvilágnapjának a víz és fenntarthatóság volt a szlogenje, és ahhoz készült ez a kis dobókockát, a víznek a különböző felhasználási lehetőségeit mutatjuk, a gyerekek dobnak, és akkor az adott képről elbeszélgetünk, hogy ennek mi is a jelentése, vagy azon a területen miért fontos a víz. És hát még egyéb apró kis játékokat, zászlót készítünk, egy kis labirintust hoztunk, ugye hát mert a múzeum mégiscsak múzeum, a labirintusnál a mi gyűjteményünkből származó kis műtárgyak vannak, és ott kell eljutni az egyik helyről a másikra. Nálunk most nagyon nagy újdonság van, ugyanis nemrég nyílt az új látványtárunk. Ez egy rendkívül szép kivitelezésű, és hát én úgy szoktam mondani, ilyen 21. századi múzeum, itt én rengeteg aktivitással, QR-kódos leolvasással, játékokkal, és hát ugye ami a legfontosabb, hogy az eddig a látogatók elől elzárt műtárgyaink is láthatóvá válnak. A napjainkban tapasztalható klímaváltozás a globális felmelegedés, melyhez az emberi tevékenység jelentősen hozzájárul, felgyorsítja azt. A természetben mind a hidegebb éghajlattal járó, mind a felmelegedési éghajlati folyamatok évezredek alatt mennek végbe, míg az emberi tevékenység kevesebb mint 150 év alatt jelentős mértékben felgyorsította a globális felmelegedést. Az idei földnapja egyik fő témája is a klímaváltozás volt. Ez már a sokadik év, hogy itt a Regionális Környezetvédelmi Központban közösen a Szentendrei Önkormányzattal megrendezzük a földnapját. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez itt Szentendrén már egy jól bevált program, sokan ismerik, sokan is eljönnek ezekre a programokra. Mi szeretjük megrendezni. Az idei év a földnapja szempontjából a klímaváltozásról szól, úgyhogy az éghajlatváltozás áll a témák középpontjában.
Ennek megfelelően bent a konferencia központunkban egy lakossági fórum zajlik éppen ezekben a pillanatokban a Szentendrei Közbinga közkerékpár programról. Ezt követően pedig Pádi Anna fog előadást tartani az éghajlatváltozás hatásairól az egészségügyre. A kisebbeket számtalan program várja itt a kertben. A Duna Múzeum, különböző foglalkozások vannak, a színpadon a méhek együttes szól, úgyhogy van mit tenniük a kicsiknek. Ezen felül, amit még a legnépszerűbb programok közé tartozik, az természetesen a lovaglás, a póni lovaglás, és hát az Árvácska, aki mindig itt szokott lenni velünk, és kihoz kutyusokat simogatni, illetve hát felajánlani, hogy örökbe lehessen fogadni. A legfontosabb az a 25 éves évfordulónk. Ezzel kapcsolatban itt egy komoly, magas szintű konferencia fog lezajlani június 10-e és 11-e folyamán, de hát reméljük, hogy ősszel megint sor kerül az őszi ökogyerek napra. A rendkívül kellemes koranyári időben mindenki jól érezte magát a Szentendrei Regionális Környezetvédelmi Centrum által megrendezett földnapi rendezvényen. Színes programsorozattal készül a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum a hosszú hétvégére. Május 1-én a szokásos alkotónapra várják az érdeklődőket, május 2-án a kaptárnapon a gazdálkodás és természet adja a keretet. Május 3-án anyák napján pedig a család, a közösség meghitt együttlétére nyílik lehetőség. Nyári meleg nem lesz, de mindössze kisebb záporokat ígérnek csak a meteorológusok, így nem kell félni szabadtéri programot tervezni a hétvégére. Biztosan ott lesznek a skanzenben az alkotónapon azok, akik a múzeum által meghirdetett Gyűjtőpont című pályázatra benyújtották művüket. Valóban a legtöbben azért Szentendréről pályáztak, mert hála Istennek a szentendrei iskolák legtöbbje még mindig nagy örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy a skanzenben pályázon, és utána pedig, hogy ott az kiállított műveket az év folyamán többször is eljöjjenek, akár családilag is a gyerekek megnézni. Ez nagyon nagy dolog, gondolom. Másrészt pedig Budapestről is vannak olyan iskolák, akik rendszeresen pályáznak, vidéki pályázóink is vannak, sőt egyéni pályázók is, tehát nem csak intézményes szinten, és egy határon túli területről érkező, Nánáról érkező iskolás csoport is pályázott. Idén már 17. alkalommal szólították alkotásra a gyerekeket, ezúttal is a képzőművészet volt a legnépszerűbb. De Kallós Zoltán életművét bemutató időszaki kiállításhoz kapcsolódva népzenei vonalon is lehetett jelentkezni. Így népzenei pályázók is vannak, hát ők kevesebben. De közöttük is van egy kisfiú, aki a határon túlról, Szamosújvárról érkezik, és ráadásul mezőségi katonadalokat fog majd énekelni. Úgyhogy erre pedig a díjátadó előtt 3/4-11-kor május 1-én kerül sor, hogy a népzenei pályázók bemutatkozzanak. A Gyűjtőpont azonban nem csak a pályázat címe. Ezen a hétvégén egy hajléktalan opera bemutatójára is gyűjtenek a múzeumban, valamint játékokat is várnak, hogy a kisgyermekes családok igazán otthon érezhessék magukat. Az eddigi játék udvarunk, játékparkját is szándékozunk felfrissíteni, éppen ezért régi társas játékokat, mesekönyveket, fajátékokat, vagy akár rongybabákat is nagyon szívesen veszünk. Egy nagy ládába lehet majd ezt elhelyezni az ásványvárói udvarunkon, ahol egyébként maga a kiállítás megnyitó is zajlik. Másrészt pedig, mivel nagyon sok önkéntesünk is van, akik szívesen jönnek ki a szép természeti környezetben önkéntes munkát végezni, lesz egy önkéntes toborzó stand is ugyanezen az udvaron, úgyhogy ott föl lehet iratkozni, aki kedvet érez magában arra, hogy nálunk önkéntes munkás legyen. A kiállítások őrzésétől kezdve a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában nagyon sokféle munkát lehet vállalni, úgyhogy
Majd az információnál például most is lesznek önkéntesek ezen a háromnapos rendezvényen. Uh-huh. Tehát a múzeum ismeret is hozzátartozik az önkéntesek tudástárához. Érdemes megismerni alaposabban a mi gyűjteményünket. De nem csak május 1-én érdemes a múzeumba ellátogatni. Mind a három napon jelen lesz egy olyan méhész ember, Lendvai Pál, a Komárom-Esztergom megyei méhészeti egyesületből, aki látványkaptárat is hoz. És nem csak a látványkaptáron keresztül pillanthatunk be a méhek életébe, hanem ő vetítéses előadást is tart, de mézkóstolót és különféle mézes termékeket is hoz. Úgyhogy szerintem őt is nagyon érdemes lesz felkeresni. Másrészt pedig vasárnap, az anyák napjára tesszük a hangsúlyt. Például a munkák a házban és ház körül, meg a játékudvar foglalkozásunk össze lesz gyúrva a Nyugat-Dunántúl elején, abban a millióben, azon a portán, ahol a mezőgazdasági gyűjtőmunkálatokon kívül olyan tárgyakat lehet keresni, amelyekbe valamilyen módon mamás versek vannak elrejtve. Itt például József Attila Mama című versére gondolok, a nyikorgó kosarat lehet majd találni, és a többit nem árulom el, ez már a leleményességére van bízva a látogatóknak. 9 és 5 óra között leszünk nyitva. Az első nap, május 1-én a programok javarésze az Alföld, Kisalföld és a Nyugat-Dunántúl nyomvonalán található meg, viszont szombaton és vasárnap szintén minden tájegységben lesznek programok az előbb említettek közül. A vásár az a Kisalföldön lesz, viszont szombaton, vasárnap a táncházak a Felső-Tiszavidéken a Tánccsűrben lesznek, amit szintén Kallós Zoltán gyűjtései alapján alakítottunk ki. És a pénteki napon, május 1-én dr. Berecki Bolya, a Kallós kiállítás kurátora tart 3:30-kor tárlatvezetést a Skanzen galériában. A múzeum mind három napon 9 órakor nyit, és egészen délután 5-ig várja az érdeklődőket. Különleges konyhafőnök várta nem mindennapi fogásaival a vendégeket a héten egy belvárosi étteremben. Csúlya Imrét színházi szerepben már láthattuk Szentendrén. Tavaly nyáron például, mint Übük királyt, de mint szakács biztosan nem sokan találkoztak még vele. A főtér közeli vendéglőben már hosszú évek óta főznek neves vendégek az érdeklődőknek. Zenészek, színészek és televíziós műsorvezető is birtokba vette már az étterem konyháját. Ez egy kb. 8 éve tartó folyamat nálunk, olyan közismert embereket hívok meg a vendéglő konyhájára, hogy egy napra legyenek, egy estére legyenek a vendéglő konyhafőnökei, akik szeretnek és tudnak főzni, jól érzik magukat ebbe a közegbe. Mi pedig akkor a kollégáimmal kuktáká avanzsálódunk és a kezük alá dolgozunk, illetve segítünk nekik a meghívott vendéglétszámra felnagyítani az adagokat, illetve az alapanyagokat. A kezdetekben az első vendégünk a Kepes András volt, aztán a Kulka János, Zoránhegyi Barbara kettős, Dés László, Gerendás Péter, Revicki Gábor, Mikó István. Tavaly voltak utoljára nálunk a Novodoszki Éva és a Szalvó nevű olasz férjével, és most pedig Csúlya Imre, Csoki jött el hozzánk. Elégedettséggel szokták nyugtázni a vacsorákat, ugye ez egy kicsit ilyen interaktívas, beszélgetős, talksós főzőcske, de kőkeményen főzésről szól, tehát akiket meghívtam, azok mind komolyan vették és ténylegesen főztek. A vacsorákat minden alkalommal egy borász, meghívott borász is kíséri a boraival, és ezáltal egy borvacsorává kerekedik az este. Csúlya Imre ismert színházi, filmes és szinkron szerepeinek ismert nevei köszöntek vissza a menüből. Ma este milyen fogások lesznek? Lesz az Torrente előrukkola, ez egy tojáskrém, padlizsánkrém pirítóssal, lilahagymával, mustáros, majonézes holmi, és sült rukkolával. Aztán lesz a übipapa brokkoli krémlevese, aztán lesz a balanyula, ez egy citromos, vajas, tejfölös párolt nyuszicomb, és lesz egy csoki reménye, madártej. Csúlya Imre örömmel fogadta el a felkérést, mert, mint mondja, ilyet még sosem csinált. Főzni ugyan szokott otthon, de inkább magyaros ételeket.
Hát tulajdonképpen az enyém az ilyen hagyományos ételek, mint bográcsba marha pörkölt, vagy nem tudom, ismeri a hajdúságba slambuc, vagy úgy is hívják, hogy öhöm, mert ez egy hortobágyi pásztorétel, és nagyon forrón ették az emberek, mert nagyon nehe várták, hogy megfőjön. Elég hosszadalmas ahhoz képest, hogy krumpli meg tészta, mert hagymát kell pirítani, szalonnát kell pirítani alá, hagymát, minden. És akkor ették, és kérdezték, hogy finom, és mondták, hogy és innen jött a becenevernek a slambucnak. Úgyhogy kamaszkoromban az osztályban, a gimnáziumban slambucfőző versenyeket rendeztünk. Legutóbb tavaly járt Szentendrén, akkor nagy sikerrel mutatták be az Örkény Színházzal az Übü Király című darabot, melyet még a mai napig is játszanak. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Fókuszban című magazinműsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!